Beszámolunk a jubileumi 10. Egri Csillag Weekendről, amelynek nemrég a dobótér adott otthont. Az eseményen helyi borászok kínálták legújabb évjáratú fehér házasításaikat. A nedők mellett sajtokat kóstolhattak az érdeklődők, a hangulatról pedig különböző fellépők gondoskodtak. Mutatjuk erről készült összefoglalónkat. Az Egri Csillagok hagyományőrző együttes előadásával nyitották meg a 10. Egri Csillag Weekendet. A városban a szőlők sokszínűségének köszönhetően a házasítások készítése régi hagyományokra tekint vissza. A borvidéken azonban nincs egy kiemelt fehér szőlőfajta, innen indult az ötlet, hogy az egri bikavér mintájára egy háziasított fehérbort kellene készítenie a pincészeteknek, egy közös márkanév alatt. Így kerültek palacba 2011-ben az Egri Csillagok első évjáratai, mindennek pedig már 10 éve. Hát nagyon helyesnek találom ezt a kezdeményezést, sok ember és sok turista van most itt, legalább így megismerik Egernek a borait. Én még csak az elsőnél tartok, de nem az utolsó. Egy Guns N' Roses nevezetű rozé, és egyébként egy teljesen klasszikus rozé, tehát egy technológiai bor, széndioxid nincsen benne, Pinot Noir, és tartályba készült fajresszével, úgy, hogy ez szokás. Nem jön magától egy ilyen név. Zene is kell hozzá, meg kell hozzá beszélgetés, meg bor. És aztán jön. Mindig itt voltunk, és valószínűleg itt is leszünk, amíg engedik, hogy legyünk, mert fontosnak tartjuk, nagyon fontosnak tartjuk ezt a rendezvényt, meg az Egri Csillagot, meg úgy minden mást, ami az egri borral kapcsolatos. És azt gondolom, hogy erkölcsi kötelessége, amellett persze, hogy anyagi érdeke is, de erkölcsi kötelessége minden egri borászatnak megmutatni magát egy-egy ilyen fesztiválon. Mi ezzel nem csak magunkat mutatjuk meg, nem csak a borainkat mutatjuk meg, hanem Egert is megmutatjuk. Egerből adunk egy kicsit a vendégeknek mi ezáltal. Attrakciót nyújtunk nekik, hogy ők itt jól érezzék magukat, hogy erre emlékezzenek, hogy ide visszajöjjenek. És így kerek a dolog, mert azt azért mindenki tudja, hogy ha Eger jut egy turista eszébe, egy máshol lakó vendég eszébe, akkor két dolog jut eszébe, egyrészt az 1552-es várostrom, másrészt pedig az egri bor, és ezt az egri bor élményt, ezt mi tudjuk nyújtani, a vár meg aztán ott lesz nekik, hogy oda is menjenek el, előtte vagy utána mindenképpen. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Brutálisan ünneplünk, bár lehet, hogy az időjárás most egyelőre még nem sugároz annyira, mint amennyire a csillag sugároz általában. 10 éves az Egri Csillag, ez egy nagyon fontos dolog. Hatalmas nagy ajándék ez a gondviselő Istentől, hogy egy igazi közösségi bormárka épül most Egerbe, és egyéb iránt 20 borászat termékei megtalálhatók itt, borai megtalálhatók, nyilván Egri Csillag hangsúlyjal, tehát az érdeklődőknek, az Egernek a gyönyörűségeit, az egyéb borokat, nyilván a vörösborokat és rozéborokat is lehet kóstolni. És hát ami különlegesebb, hogy picit változtattunk a korábbi csillagokhoz képest, nyilván volt ennek egy pici előzménye, gyakorlatilag olyan kézműves termékek is, elsősorban sajtok kísérik a bor kóstolását, amik nyilvánvalóan teret adnak a bor élményhez, tehát tisztább ízeket lehet átélni, és persze a hangulatában pedig nagyon kellemes háttérzenével készültünk, hát folk és jazz muzsika, ami gyakorlatilag azt a kis kellemességet adja, ami úgy gondolom egy ilyen közös ünnepléshez nagyon jól áll. Nagyon fontosnak tartom, hogy a borvidék, bármelyik borvidék, nyilván én, mint egri, az egri borvidék tekintetében, hogy komolyan vegye az identitását,
gyakorlatilag azokat a borokat, amelyeket csak ő tud megtermelni, azokat a boroknak az üzenetét hát építse, és minden egyes alkalmat meg kell ragadnunk erre. Gyakorlatilag sok évtized és több generáció kell ahhoz, hogy valóban egy meghatározó bor kialakuljon, akár láthatjuk az egri bikavér kapcsán is, ugye, hogy több mint 100 év, de azért nyomot hagy az emberekbe. Egy ilyen új márkánál, mint az Egri Csillag, különösen fontos, hogy amikor csak lehetőségünk van, elővegyük és megmutassuk, hogy valami nagyon sajátos születik.